Katonai induló az egykor hazád dicsőn szolgáló hősöknek szólt, akik 1941 és 45 között vérüket adták a város és az ország védelmében. A 3. gyalogezred egyetlen még élő tagja Smohai Ferenc a vírushelyzet miatt ezúttal nem vett részt a megemlékezésen, de gondolatait Böhm Martin tolmácsolta. Úgy gondolom, valamennyi néhai bajtársam büszke örömmel és köszönettel tekint le ma ránk, azért, mert emlékezünk rájuk, és áldozatukra, hiszen a legdrágábbat az életüket áldozták a hazáért és értünk magyar emberekért. A megemlékezés nem csak a II. Világháborúban életüket vesztett hősökről szól, hanem elődjeikről is. Az akkori katonák Trianon árnyékában is büszkén ápolták előezredeik emlékét, különösen nagy gonddal hősi halottaikét. Hittek abban, hogy áldozatuk nem volt hiába való. A megemlékezés koszorúzással zárult, a város nevében Cserpalkovics András polgármester és Vize Attila önkormányzati képviselő, valamint az egybegyűltek néma főhajtással rótták le tiszteletüket.